Április utolsó hetében immár negyedik alkalommal rendezték meg az iskola hetet a Szent Pál Marista általános iskolában. A tanulmányi versenyekkel, tantárgyi vetélkedőkkel, kiállításokkal tarkított program szerves része volt a sport. Az egy hét alatt alsósoknak és felsősöknek is rendeztek focikupát. A nagyok a Szent Pál kupa elnyeréséért mérkőztek a város és a környék más iskoláinak együtteseivel. Ezen a héten elég sok versenyben részt vettünk. Volt Bucsai kupán, a Kiskulcsosi kupán is voltunk. És egy kicsit sajnálunk, hogy összejött minden ugyanazán a héten, mert a rossz időjárás miatt akkor koncentráltak minden rendezvényei héten alatt. De mi megpróbálunk, hogy minden évben edzünk a gyerekekkel. Ez nagyon fontos a Marista nevelésben, hogy a sport, kicsik a gyerekek tudnak kivontokásni magukat. És itt ma ez a Szent Kupa, a Szent Pál Kupa napja, ahol meghívtunk minden csapat itt a várostól, és akkor heten vállaltak ezt a meghívást. Két csoportban versenyeznek, lesz egy győztes, és egy második és egy harmadik. A gyerekek nagyon esportosan, nagyon jó hangulatan játszanak, és ezt mi nagyon örülünk, hogy itt van. A nagyobb csütörtöki kupa meccseit előző nap az alsósok foci délutánja vezette be. A felkészítés fontos része az utánpótlás nevelésnek. Nagyon fontos, hogy a kicsikkel már kezdjünk foglalkozni a sporttal, hogy nem egy nap alatt lehet csinálni egy jó focista, vagy egy jó sportos ember, akkor már elsős gyerekek és másodikos gyerekekből foci meccs, utána harmadikos és negyedikes között volt egy kis bajnokság, három csoport volt, és ilyen két meccsek játszottak, mindenki kétszer más ellen, és nagyon jó hangulat volt. A lányok segítettek egy kicsit, hogy minden meccs után táncoltak egyet, hogy ők is valamilyen formát esportolnak más formában, de a tánccal is ez egy jó sport nekik. Az iskolában a futball a legnépszerűbb, de a gyermekek más sportágakban is kipróbálhatják magukat. Most egy kicsit nagyon kezdetek vagyunk. A testnevelés során van, próbálnak sok minden sportot, kesilábda, röplábda, és másfajta játék, de ilyen rendszeresen csak a focit csinálunk, a lányokkal pedig a tánc, mint öröm mozgás is beletettünk, a hetente egyszer táncolnak a lányok, a fiúk pedig kétszer edzenek hetente. A tanulókat és az érdeklődőket mozgalmas és változatos programsorozat várta. A rendezvényre szokás szerint a szülőket és a társintézmények tanárait, diákjait is várták. Változtattunk a rendszeren, nem májusban tartjuk a Szent Pál hetet, hanem áttettük áprilisba, de az idő szeret bennünket, talán jobb idő van, mint májusban szokott lenni. Széles programot és nagyon sokrétű programot állítottak össze a nevelők. Egyrészt nagyon sok mindent a saját gyermekeinknek szerveztünk, tehát belső iskolai versenyek, és vannak városi versenyek. A városi versenyek közül most zajlik a hátam mögött a Szent Pál Kupa, amiről Péter testvér már beszélt, illetve tegnap zajlott a városi informatika verseny. Nem csak a város iskolái, hanem Bucsa csapata is nevezett erre a versenyre. Sajnos a első helyről egy fél pont hiával lecsúsztunk, ezt nagyon bánjuk, de majd jövőre szebb eredményt hozunk. De nagyon szépen szerepeltek természetesen a többi iskola tanulói is. Rendeztünk a gyerek, hétfőn volt egy megnyitónk, egy városi, szintén városi rendezvény volt, hiszen egy rajzpályázat eredmény hirdetéssel történt ekkor. A rajzpályázat témája a pünkösd volt. Óvodások, alsó tagozatosok, harmadik, negyedikesek is küldtek pályamunkát. Nagyon-nagyon-nagyon sok pályamunka érkezett, a zsűrinek igen nehéz dolga volt. A másodikosok, negyedikesek egy rövid kis műsorral köszöntötték az ott megjelenteket. Illetve nem csak a rajzpályázat megnyitója, hanem egy iskolatörténeti kis kiállítást is nyitottunk meg, amit azóta is meg lehet tekinteni. Akik nem jöttek el a megnyitóra, azok ezen a héten még megtekinthetik ezt. Hétfőn volt anyanyelvi verseny, betűző verseny a gyerekeknek.
Összemérhették a gyerekek angol nyelvi tudásukat, német nyelvi tudásukat, matematika verseny volt. Ma csütörtöki napot írunk, ma még bibliaolvasó verseny is lesz. Az alsósok nagyon sok játékos tevékenységet végeztek, hiszen volt nekik homokvárépítő verseny, egyéb ügyességi verseny, pénteken délután pedig a nagyokkal egy mozimaratonnal zárunk, illetve az összes heti verseny eredményhirdetése fog megtörténni, az alsó tagozatosok pedig szülőkkel együtt egy sportos délutánt fognak eltölteni. Az éves programok közül a kirándulások és a táborok sem maradnak el. Utoljára szeptemberben voltunk vonatos kiránduláson Szilvásváradon, az egész iskola. A nyári napközés tábor programja még nem állt össze. 3 hétre jönnek a gyerekek, van, aki mind a 3 hétre, van, aki rövidebb időtartamra, de minden héten van valami olyan kirándulás, és ami Karcag határán kívül esik. De a nyári napközös táboron felül még lesz egy egyhetes foci táborunk augusztus végén. Annak a foci tábornak meg az lesz az érdekessége, amit a fiúk már nagyon várnak, hogy Spanyolországból, illetve Katalóniából fog jönni egy edző, aki őket edzi. A közösségi teremben rajzokból, fotókból és a mindennapok tárgyaiból 2 szép és színes kiállítás nyílt.